Katasztrófa védelmi hírmondónk második részét hallhatjátok. Köszöntöm a telefonnál Helt Ákost, a Veszprém megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét. Szia Ákos! Az elmúlt héten úgy láttam, hogy inkább az időjárás okozott nektek fejtörést, vagy adott munkát. Köszöntök én is mindenkit. Igen, az elmúlt héten a Bakonyban, főként Bakonyban voltak műszaki mentéseink, bár nem emelte meg az eset számunkat kiugróan a rendkívüli téli időjárás. Inkább ezen a téren is megelőző intézkedéseket végeztünk. Egyébként nyilvánvalóan a gépjárműveknek, illetve az autóbuszoknak jelentett ez azért problémát. Három műszaki mentésünk volt, ami így az időjárással volt kapcsolatos. Volt egy árokba borult terepjárótok, tehát nem csak a teherautóknak, hanem azért a terepjároknak is fejtörést okozott ez az időjárás, vagy inkább ők talán bátrabban közlekedtek? Igen, a 8-as főút 48-as kilométerénél történt január 9-én este egy közlekedési baleset, itt a Veszprémi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, visszaállították kerekeire és áramtalanították a járművet, személyisérülés nem történt a baleset következtében. Valamint, ha jól tudom, Ajkán is volt egy beavatkozásotok, egy műszaki mentést kellett a 8-as úton végeznetek. Igen, ott az január 11-én este történt a 83-as kilométernél Ajkánál. Itt az ajkai hivatásos tűzoltók avatkoztak be műszaki mentésnél, és itt ugye forgalomkorlátozás is volt érvényben egy ideig a főt érintett szakaszán. Hogy érzed, az elmúlt héten visszaesett a tüzek, azon belül is akár a kémény tüzeknek a száma? Ugye a múlt héten arról beszéltünk, hogy 10-nél több kémény tűzhöz kellett vonulnotok, hál' Isten erről most, ha jól tudom, nem kell beszámolnunk. Igen, mindenképpen csökkenés tapasztalható ezen a területen. Megpróbáltunk a kommunikációval, illetve a sajtómunkatársai segítségével egy olyan intézkedést hozni, úgymond, amivel azért tényleg jobban tudjuk tájékoztatni a közvéleményt, illetve úgy gondolom, hogy jogkövető magatartásnak köszönhetően csökkent ezzel kapcsolatos eset számunk, illetve hát ugye folyamatosan folyik a lakossági sormunka, a kéményseprés, és hát a szakemberek ugye nyilván tesznek azért, hogy vissza tudjuk szorítani ezeket a dolgokat, és hát úgy gondolom, hogy tényleg a lakosság megfogadta azokat a tanácsokat, amelyekkel ugye megelőzhetők a kéménytüzek. Ha már lakossági sormunka szóba került, Cibakházán letiltottak jó pár kéményt a katasztrófa védelem munkatársai. Arról szóltak a hírek, hogy főként katasztrofális állapotban voltak, életveszélyes állapotban voltak a kémények, valamint a szikrafogó hiánya miatt itt a környékünkön is elég nagy port kavart a szikrafogó. Mi most a helyzet a szikrafogókkal? Úgy tudom, hogy változott egy kicsit a szabályozás, amiről ugyan mi hírt is adtunk, de még úgy látszik nem mindenki van vele tisztában. Igen, ugye az országos tűzvédelmi szabályzat 31. paragrafusa rendelkezik a tetők és tetőtérbeépítések követelményeiről. Itt ugye az E és F tűzveszélyességi osztályba tartozó héjazatokról kell beszélni, ez ugye lehet nád, vagy például a bitumenes indej. Azt el kell mondani, hogy ezekben az esetekben mindig egy elsőfokú hatósági eljárást kell kezdeményezni a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségen. Nyilvánvalóan ez Ajka esetében viszonylag könnyű, hiszen ott van egy illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség. Itt egy illetékbélyeggel ellátott kérelmet kell benyújtani a hatósághoz, ki ezt követően lefolytatja az eljárást. Ezután kapunk egy engedélyt, aminek kiállítása után kötelező a szikrafogó felszerelése az égés termék elvezető kitorkollására, és ezekkel szerelt kéménnyel együtt egy tanúsítványt állítanak ki a szakemberek, és a szikrafogó berendezést ezt követően a kéményseprő szakemberekkel kell tisztítatni. Erre az ingyenes lakossági sormunka keretében van lehetőség. Természetesen, hogyha a szolgáltatás rövidebb időközönként is igénybe szeretnénk venni, akkor erre is van lehetőség. Egyébként a szakemberek azt mondják, hogy ezeket a szikrafogókat eltérő időben kell tisztítani, tehát van, akinél elég évente a sormunka keretében, de van, ahol akár 2-3 havonta is ki kell ezeket tisztítatni. Itt ugye ez megrendelt szolgáltatás, kiszállási díjat kell fizetni. Tehát akkor, hogy mindenkinek tiszta legyen a dolog, csak úgy nem megy oda a kéményseprő, és nem fogja
szó nélkül letiltani a kéményt. Először jelzi, hogy ide szikrafogót kell felszerelni, ad egy határidőt, amin belül ennek meg kell történnie, és ha akkor nincs meg, utána jön ez a drasztikus lépés, hogy a saját érdekébe letiltják a kéményét. Igen, ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy aki már korábban ilyen hatósági engedély nélkül éghető héjazatot helyezett a tetejére, annak is át kell menni ezen a hatósági eljáráson, tehát ez mindenkire kötelező. Egyébként fel lehet készülni a lakossági sormunkára, mikor várható. A Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján megtalálható már a 2017. évi sormunka ütemterv, tehát mindenki tudja, hogy az ő településére mikor fog érkezni a kéményseprő vizsgálatra. És akkor a szomszéd háztetőjére, illetve kéményére nem kell már a szikrafogó, hiába van az 15 méteren belül, ha az ő háztetője nem éghető. Így van, arra vonatkozik kizárólag, aki neki éghető héjazata van, tetőhéjazata. Valamint a tisztítása, ha sormunkába kerül rá a tisztítás, akkor kell csak tisztítani, akkor a sormunkába díjtalanul megcsinálják, azon kívül, ha tisztítani kell, akkor minimum a kiszállási díjat ki kell fizetni. Pontosan. Így van. Hát Ákos, nagyon szépen köszönjük, jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen, minél ott kívánok. Nagyon a tiltás.